Egyre többen hódolnak a sízésnek környékünkön, ezen a télen alkalom is volt erre, remek hóviszonyoknak örülhettek a pályák működtetői és a sportág művelői is. Mindig nagy örömünkre szolgált a síoktatóknak, hogy gyereken keresztül megtanult a szülő sízni. Valahogy, mintha ez egy ilyen motiváció volna először a szülőnek, hogy tanítsa meg a gyereket, vagy tanulja meg a gyerek sízni, és mikor rájönnek, hogy azért, jaj, de jó lenne, hogy ha már a gyerek sízik, akkor mi is tanuljuk sízni. Számos eset volt, hogy így családok alakultak, síző családok alakultak ki. Nagyon sok család van Gyergyó vidékén, megkezdve a falvakot és Gyergyó municipium városába is, hogy már a gyerekek után, a gyerekek mellett megtanultak a szülő sízni, és nem csak gyergyői szintre, hanem már annyira is, hogy mikor pihenőszabadságuk van, akkor már külföldre is elutaznak. Nagyon jó érzés, mikor kapjuk a visszajelzést, hogy na, voltunk, megtanult a gyerek sízni, mi is megtanultunk mellette, az anyuka és az apuka megtanult sízni, és már külföldön is voltunk. Egy kicsit nehéz, mert mindig a viszonyítási arány valamihez történik. Amelyik pillanatban, és ez az elv, hogy a meglévővel gazdálkodunk, a meglévő sípályákon próbáljunk azt csinálni, ami a sízésnek az alapfoka, és sőt, tovább is haladunk, mert azért versenysízés is van Gyergyószentmiklóson. Mikor a gyerekek megtanulnak, elmennek külföldre a szülőkkel, hazajönnek, akkor mindig azt mondják a külföldiek, hogy hú, hát milyen is volt külföld. De azért az itteni pályatulajdonosok megpróbálják megteremteni azt, hogy nem éppen osztrák szinten, vagy nem éppen Franciaország, vagy Németország szinten, vagy Olaszország szinten, hanem az itteni székely kicsinységünkbe próbáljunk itthon szórakozni. Tehát ilyen lehetőség van. Nem csak a síoktató van azon a véleményen, hogy a környékbeli sípályák is minden igényt kielégítenek. Hétvégenként iskolai szünidőkben minden pályán rengetegen hódolnak a téli sportnak. Kicsik, nagyok, baráti társaságok, családok számára is remek szórakozási lehetőséget kínálnak a környék sípályái. Megnéztük, hol, mire van lehetőségük azoknak, akik ezután csatolnának sílécet. Igazából a sípályáknak a miben létéből, és hogy milyenek, és mire lehet használni, és milyen sízés lehet beszélgetni, azt tudom mondani, hogy Minden sízni szerető személy, legyen gyerek, legyen felnőtt, legyen idősebb generáció, mindig a maga igénye szerint válassza meg a sípályákat. Tehát nem tudunk arról beszélgetni, hogy most ez ilyen, az olyan, az amolyan. Egy dolgot kell tudni a sípályáról, mindig az a legideálisabb sípály, ahol a síző pillanatnyilag sízik. Ha kint van a természetben, és azt mondja, hogy én most a veres világon sízek, azért sízek, mert ez most a legközelebbi. Ez egy ok. De ezen kívül a veres világ sípájának más oka is van, amiért az emberek elmennek, mert egy aránylag jó képzett pálya, nem éppen versenyszintű pálya, de az amatőr sízésnek ideálisan megfelel, a gyerekoktatásnak ideálisan megfelel, a felnőtt sízni tud, a kezdő gyerekeknek kezdő pálya van kialakítva, baby lift van kialakítva, és aránylag azért eléggé látogatott is. A Csomafalván működő Veresvirág sípályán tulajdonképpen két egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő pályáról van szó. Az alsó pálya és felvonó 560 méter hosszú, és ki van világítva, alkalmas éjszakai sízésre is. A lejtő itt 17%-os. A Veresvirág felső pályája és a felvonó 917 méter hosszú, a lejtő pedig 23%-os. A kínálatot egy szintén megvilágított szánkópálya egészíti ki a csomafalvi sípályán. Tovább menve a bucsini lehetőségeknek néztünk utána. A bucsin tetőn is kiváló sízési, hódeszkázási, egyáltalán jó téli kikapcsolódási lehetőségek kínálkoznak. November végétől március végéig sízése alkalmas hóborítja az itteni tájat. A Bújdosó Székely Panziónál 600 méter hosszú, 25%-os lejtésű pálya van. Leginkább a kezdők, illetve a gyerekes családok látogatják. A Bújdosó pályán dupla csákányos felvonó van, illetve hótaposó is, amivel a pályát kiválóan meg tudják művelni. Esti síelése is lehetőség van, mivel a pálya ki van világítva. Ekkor a pálya felár ellenében használható.
aki a sísportot szereti, az elsődleges szempont, hogy mikor mehetek is sízni. Mára, hogy jönnek az ünnepek, december, az mindig azt gondolja a síző, hogy vajon hol is fogok én sízni. És mindig rájön arra, hogy lévén a mostani csapadék szint, a legelső és a legideálisabb időszakról beszélek, december elején, ahol sízni lehet, az a Bucsin tetői bujdosó szék. Egy ügyes kicsi pálya, gondozva van, rendesen a pálya ki van alakítva, nagyon aktív a tulajdonos. Tehát foglalkozik azzal, hogy az első csúszkálás, az első ideális sízést, hogy úgy mondjam, a kezdőknek, a haladóknak is, mert a haladók is tudnak egy kicsit azért sízni azon. Úgyhogy az első ízelítése a sízésből az a bujdosó székelypálya. Tovább menve a Havas Bucsin pálya következik. Gyergyószent Miklóstól 30 kilométerre található, a Bucsin tetőről másfél kilométret haladva Szováta irányába bal oldalon fekszik. A pálya építése 2006. augusztusában kezdődött, és 2007. január végétől működik. A felvonó és a főút közötti távolság mindössze 150 méter. A pálya hossza 1149 méter, nyugati fekvésű és 14%-os a lejtőszöge. Tányéros felvonó működik a Havas-Bucsin pályán, óránként 720 személy tud a pálya tetejére vinni. Mindig volt Gyergyónak egy olyan érdekes gondolata, hogy hol lehet olyan technikát kialakítani, ami a mostani KRV, tehát carving sízésnek az alaptechnikája lehet. Na hát ennek az ideális pályája a Havas-Bucsin. Nem egy versenypálya, nem egy meredek pálya, tehát nagyon jól lehet szórakozni rajta, nagyon lelkes a tulajdonos, nagyon korrekt a kiszolgálás, és egy olyan szintű pálya, két pályáról beszélgetünk ott, ahol egy kicsit többet tudó síző, vagy esetleg most kezdő síző ki tudja alakítani magának azt a kicsi lehetőséget, hogy megtanuljon sízni. A legideálisabb carving pálya stílus az a Havas-Bucsin. Közigazgatásilag Parajthoz tartozik már, de a gyergyóiak körében is közkedvelt a Bogdán sí- és szabadidőközpont. Az 1200 méter magasan, gyönyörű hegyvidéki környezetben elhelyezkedő Bogdán tető nagyszerű lehetőséget biztosít a látogatók számára felfedezni a természet szépségeit. Festői táj, hegyek és erdő látványa, friss levegő és fenyőillat csalogatják a pihenni vagy sportolni vágyó vendégeket. Sokoldalú kikapcsolódási lehetőségei révén a Bogdán sí- és szabadidőközpont egy nagyszerű hely a téli sportok gyakorlásához, a kirándulásokhoz, illetve más szabadidős tevékenységekhez. Minden gyergyői síző szerető embernek van egy olyan vágya is, hogy azért próbáljon olyan pályán is sízni, ami kicsit nehezebb. Tehát fokozatban nehezebb, kicsit nagyobb a kihívás. Ha esetleg elfárad, akkor legyen esetleg lehetősége megpihenni egy könnyebb pályán. Na, ezt a lehetőséget biztosítja a Bogdán sí pálya, ahol tényleg a tulajdonosnak a hozzáállásából és a sok munkából alakult ki, hogy Bogdánban van egy kezdőhaladó pálya, és van egy elég kemény, nem lehet mondani versenypálya, mert éppen minden előírásnak nem felel meg, ahol, amit azt mondjuk, hogy országos szintű versenyeket lehet szervezni, de lehetne akár. Ellenben szenzációsan lehet felkészülni egy sportiskolának, egy kemény sízőtársaságnak azon a pályarendszeren. És valóság, hogy lévén egy fiatal generáció, aki működteti ezt a pályát, ők azért próbálnak olyan viszonyokat megteremteni a sízésben és a pályákon, ami egy kicsit igényesebbnek van kialakítva. Két pálya is van itt, a kezdőknek a Bogdán 2 nevű pályát ajánlják, ez 560 méter hosszú és 14%-os lejtése van. Gyakorlott sízőknek az egyes számú 760 méter hosszúságú pályát ajánlják, ezen 31%-os lejtést mértek. Mindkét pályára tányíros sífelvonóval lehet feljutni. Thank you.
Mindenhol van lehetőség étkezésre, több helyen pedig szállásra is. Így aki több napot szeretne sízéssel tölteni, megteheti itthon is. Kínálatban nincs hiány. Műsorunk támogatója az Erge Szakbolt.